bába asszony volt, orvos nem volt. Anyukám Pestről ment le szülni, a telefongyárba dolgozott, és a nagymama, ő soha nem beszélt erről, hogy én születtem, nem születtem, soha nem. Nekem eszembe se jutott, tehát ő magától nem beszélt. És a nagymamám mondta, hogy anyukád bizony nagyon szenvedett, amikor te születtél, tehát nagy sokáig tartott, és nagyon szenvedett. De hát 45-ben még azért nagyon nehéz állapotok voltak itt az ostrom után, tehát itt nyilván azért ment le, mert Pesten még nehezebb volt, és ott legalább volt egy bába asszony. Aztán ott maradtam, mert hogy egyáltalán életben maradjak, mert nem volt élelem Pesten. És akkor ott volt mégis tehén, a nagymamámnak volt tehene. Azt én már igen korán tudtam bögrével kimenni hozzá és húzgálni a tőgyét. Kis sámlét vittem, leültem, és azt meg is ittam, azt a tejet. Tehát így valahogy megerősödtem. Jó volt, ott szerettem volna maradni.